Ez itt a Nook lesz csatorna, dobd a lájkot. Korokusz felek, te is megismered ez a srácot. Hogy én a crackek, sok téli sztori. Beígom tesó, elindul a mozi. Üdvözlök mindenkit ebben a mai videnyában, sziasztok gyerekek! Nagyon sokatok kért, hogy legyen már itt salgútorjám a videó. A zsákomban minden mancskacok, legfőképpen ezt emelném ki, így hátulról mutatom csak, bordázott, csak mondom gyerekek, bordázott. Ezt az olyan fiatal embereknek fogom adni, akiknek van barátnője, meggátoljuk a szaporodást, mert még fiatalok vagyunk, hogy szaporodjunk, először a karriert kell hát előnybe részesíteni, priorizálni. Ezen kívül virgácsok, skacok, szokásos, milka csoklet. Meg le is esett gyerekek. Na, már most úgy fogom átadni, hogy már lyukas. Hát már most nedves lett, pedig még nem került be sehova. Na mindegy. Tessék, tesó. Ó, köszönöm szépen. Neked ajándékot. Hát Dominiknek a osztálytárs vagy. Köszönöm. Mutasd meg magadat amúgy, tesó. Már elmutatom, öcskös. Nézzétek meg, kifejlődve. Múltkor... Te is eszel? Ez a kátamai kínálat. Akkor mondja, verset, nekem bátyja. Na? Na, az a baj, gyerekek, ezt nem rosszból mondom, esküszöm nektek, hogy Csalgótorjánba nagyon kevés lány van. És ez a kevés lány is fogatlan. Ez mi is kenek? Nem, esküszöm! És kacok, hogy útközben tetszik nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljatok be, és iratkozzatok fel a csatornára. Tessék? Így van, lájkolj, megmondja a cimbi. Kösz szépen, bátyja! Lássadok csodát! Ez itt, Salgótorjának a főtere. Gyerekek, itt van. Csókolom! Csókolom! Miki anya? Ha nem menjen el! Jöjjön már kicsit! Hogy van, megölelem így oldalról, csak így. Hoztam önnek ajándékot. Jaj, mennyire viselkedett jól ebben az évben? Szerintem jó voltam. Jó, azért egy virgácsot is adnék. Jó. Jó? Én szingli vagyok, hölgyem, csak mondom. Ez is ajándék. Jó, pont hoztam én is egy csomagot, nem tudom, hova tegyem el. Hát adja nekem, hogy nem kell önnek. Nem, mert hogy van én egy... elviszem. Jó viselkedett az évben? Igen. Kis... szaloncukrot fogadjon el tőlem. Várjál, neked tuti van barátnő, tesó? Nincs. Hát itt szedd fel valamelyik csajszit, nézeg. Hát nézd meg. Itt vannak ezzel, szedjél fel valamelyik. Érted, jöttek. Ki? Leányok. Hát én öreg vagyok, nekem már nem működik a szerszám, hiába jönnek ide. Én már nem bírok nekik gyerekeket csinálni, tesó. Csá. Mi a helyzet, tesó? Minden veled. Csá, testvér. Mi a helyzet, tesó? Tudtok verset? Persze, tudom. Kajak, mondjatok verset! Na, lehet húsvéti is, tehát teljesen mindegy, csak valami vers legyen. Mókuska nem lesz jó? De, de! Na, ez tökéletlen de, de, mókuska. De te is a csíma. Na. Na. Egy, kettő, három. Mókuska, mókuska, felmászott a fára. Szeesett, leesett, eltörött a lába. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már! Még nincs vége? Mi a vége? Van nálam kis szaloncukor? De nem érdemeljük meg, mert már tűtjük-e bemel. Hát azt tökéletesen én is, én most megyek majd mindjárt indni. Hát már én Lafit isztok. Hát azt még nem tudom én se. Lafit szoktam inni, mit isztok? Mi? Borozgatunk. Helyes, az jó. Gyere te is, gyere, kis szaloncukor. Ott jön Arnold bácsi. Egy szaloncukrot kiírek, aranybarátom. Lehet, van nincs is. De van még. Elrabolik az egész zsákot. Csak itt távolról, nem megyek közel, vigyázok önre, az egészségére. Köszönöm szépen. Jó lányok voltak, ugye? Azért mondom. Jó lányok. Kis ajándék. Még egy kis bort, és aztán bort? Ön is szereti a bort? Persze. Talán mindenki a bort szereti, de így van, vagy nem így van? Én folyamatosan a bort iszom. Átgyújtom neked ezt így, figyelj! Átgyújtom neked ezt így. Vigyázz magadra. De én annyit mondok, hogy ne bízzál Mikulás bába, lehet, hogy át vagy ukasztva. Nem baj. Jó? Köszönöm. Ha most már menjél csajozni, tesó. Tessék, hölgyem. Nagyon szépen köszönöm. Vigyázzon magára. Vigyázok magára. Egy gyors kérdést föltennék önnek. Salgótorjáról nagyon rossz hírek, pletykák vannak. Milyen az élet itt? Ön szerint? Itt 10 per mennyi, hogy értékelni kéne? 8. Én ezt mondom, gyerekek, amúgy. Én is azt szoktam mondani, hogy ezekkel csak hülyéskedek, amikor azt mondom, hogy rossz Salgótorjánból, aki nagyon jó Torjánból, aki gyerekek. Igaz? Amúgy nem, annyira nincs gáz. Mihez képest? Hát mondjuk, ha viszonyítani kéne, akkor igen, de amúgy nincs. Ez van hozzászokva az ember, akkor nincs gáz. Köszönöm szépen. Van barátnő, tesó? Van. Használtok ilyet? Szoktunk néha. Na, akkor, ja, itt van.
De ne bízzál bátyjába, mondom. Azért nézd át majd. Kösz szépen, kérdezőben. Mondjatok verset, gyerekek. Na. Jó a zsubája, kék a cipője, rend a szakája, csárgyát a hígyát, piros a maranyák. Ez gyerekek, egy. Télapóban. Rendeljetek télapóban. Már folyik az orra, várja. Jaj. Csá. Miért nem ülök be, bátya? Gyere. Várjál, valami kicsit akarok, mert nem akarnak mínuszba vágni. Ki fogja venni a már... Dunát! Mit vegyek már? Rendesen, jó, erősen. Mi? Erősen? Az igen. Mennyire öreg vagy ma? Öreg? Hát mennyi vagyok öreg? Hát a só, igen, mert szerszámból is gondok vannak, már arra jöttem rá múltkor, csajnál, esküszöm. Na hallod, ez már nem a legjobb. Tessék, gyerekek. Jó, köszönjük szépen. Ezt osszátok el. Köszöntük. De az jó, nem? Az jó rendi. Na, én már... Micsoda? Kit? Hát ennyi virgácsot nem hoztam. Mi van? Jaj, de nekünk az kéne. Mi? Virgács? Virgács. Na gyere, várja, akkor ne menj el. Adok neked virgácsot. Tényleg? De nekem csak a virgács. De várjátok, mert rosszul viselkedtetek nagyon? Azok a lányok. Én jól viselkedek, én jól lány vagyok. Egész évben nagyon rosszak voltak. Ki volt rossz? Ott a lánya. Tessék. Tessék. Jó viselkedtetek? Nem nagyon. Nem? Nem viselkedtek, jó uram? De nekek én nem tudok korcsolyázni, az a helyzet. De föl lehet jönni. Istenem. Hát ezt nekem nem megy, segítsél már. Jó. Na mi a helyzet? Csá! Gyertek! Mit csinálsz? Imádom a videóimat. Szereted a videóimat? Imádom. Komolyan? Megfoghatom a segget. Tere! Jód lesz! Megfoghatom a hasad. Jó! Persze, tessék. Mindenki azt mondja a torjániakra, hogy nem jó arcok. Jó arcok vagytok? A torjániak jó arcok! Hajrá, sok! Szörnyű kajak, szörnyű! Szia, szia! Tessék! Hiszen önnek is adok. Köszönöm szépen. Jó viselkedett, ugye? Jó bizony. Na, jó van akkor. Köszönjük. Nagyon szívesen. Tessék. Köszönöm szépen. Vigyázzon magára, jó? Vigyázzon magára. Újra találkozunk. Mész edzeni, tesó? Hol mész? Hát hazudtam a edzésre. Na, nyomjad neki, jó? Mit edzel? Box. Ennyi. Nyomni kell a boxot. Gyertek! Jaj, ez nagyon tetszik. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Elküldöm a lányomnak. A lányom már nem na, sikerült. Nem sikerült a kép? Gyertek újra akkor, szokat. Gyertek! Gyertek! Gyere, Cimbi, ide! Oda menj, Dávid, oda. Azaz. Megvan. Köszönöm szépen. Köszönöm. Na nyújj bele a zsákba, amit fogsz, az a tiéd. Mehet. Nem, figyelj, kíváncsiuk, hogy mit fog kihúzni. Ilyen, hát az, oh! Na, ez csak akkor, hogyha verset mondasz nekem. Télapó itt van. Na mondja. Ég a cipője, leng a szakába. Ez az, nyomjad. Zsáktali zsák, piros alma a lenyárna. Még? Még volt. De van még valami szarvas is benne. De azt nem tudom. Régen jártam, majd csak óvodába tanultam verset. Hát ennek csak a felét érdemelnéd meg, jaj, azt mondjam. De én most cuki voltam, énekeltem. Jó van, itt van, akkor vigyed. Nagyon-nagyon-nagyon jó, kellemesen hűs évvégét kívánok. Köszönöm szépen. De olyan szinten, hogy a szilveszter is olyan pánikszerűen gyönyörű legyen, hogy elő van nagyon írva. Nagy forma. Köszönöm szépen! Akkor ez kerüljön föl nekem izére, YouTube-ra. Na, még most megiszol egy kis lapit, megiszol egy kis lapit akkor. Csak, te csak a lefiasztát szerettek, csak és akkor azokért még nem volt, hogy kiosztottam mindent kb. Fél óra alatt, vagy 40 perc alatt, ez most egy hatalmas nagy speedrun volt itt egyébként a téren. A következő évben tripla ennyi ajándéka fogok érkezni, az fixen, mert ez nagyon-nagyon durva. Vajon ki lehet nagy puttani a hátán engedjük a gyereket? Kedves életére, hol a puttani, abban mi jó? Álma délmagyarul, de csak azt kapok jó. Jaj, te jó fiú volt, te ugye? Te egy bátya? Neked van barátnőd, tesó? Van. Van neked is? Van. Szia! Adok neked kis szaloncukrot hazaútra. Tessék! Rakd bele a csomagba. Csamborog az apukája, hogy az most nem itt van. Hát én nem tudom. Én nem tudom. Na, az a helyzet, én megmondom önöknek őszintén, hogy a fater hát becsajozik mostanában minden évben, kicsit meg van bolondulva agyilag. Azért jöttem én helyette most ide Tarjánba, azt, hogy jöjjek már el, mert
most még akar, hát sok Mikulást akar, érti, hölgyem, hogy... Azért érdeklődtem volna, aki tavaly itt volt a Mikulás. Az szerintem a testvérem volt, nem vagyunk 300-on. Egy áldott jó kis tündért hozta benne. Tényleg jó viselkedik, hölgyem? Nagyon jó, baba. Jól van akkor, tessék. Fogd meg, kis tessék. Keresztel. Nagyon... Nagyon ügyes, aranyos, nagyon. Szépen. Milyen jó kis zoknia van. Ugye? Az harisnya. Ja, harisnya. Ha mindegy, gyere. Gyere ide, így. Úgy, így. Jó, a fényképezzük anyára. Várjátok, hogy a hölgy nem bír lefotózni. Hát figyelj, úgy Rudolfal érkeztem, ugye? Igen, látom, hogy pakkol. Hát várjál, nem, pont azt akarom mondani, hogy Rudolfal érkeztem, csak rosszul viselkedtem, levágtam, tesó. Megsütöttem ebédre, úgyhogy vettem egy Toyota Yaris-t. Jó, a melled azt. Kösz. Fog, megnyugodtam. Jó, jó, mint a nőktek, mi? Jó, mi? Tesó, ennyi. Gyere, tesó. Köszönöm szépen. Adok neked is még egyet, jó? Jó a sapkát, Star Wars-os. Tessék. Köszönöm szépen! Aranyosak nagyon, hölgyem, a gyerkőcök! Más kasszok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Nagyjából 40-50 perc alatt kiosztottunk mindent, ami a zsákban volt. Esküszöm nektek, hogy amúgy láttátok az elején, hogy azért nem vettem kevés cuccot, de hát szétosztottam mindent. Mondjuk bőkező is voltam. Na mindegy, ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel. Kövessetek be Instagramon, mert lesznek szavazások a következő jelmezt illetően. Na. Egy képet. Na, sajnálom már a földre az izékabátot? Dehogy nem. De mi? Kit érdekel? De, hát nagyon... Várjál. Hát a tesó, ne dobtad a földre a kabátot.